Zsuzsa kisfia a frontok ellenére sem akart megszületni, bár fájásai voltak, a szülés a baba nagymérete miatt mégsem indult meg. A császármetszés mellett döntöttek orvosai. Szerette volna, ha ahogyan 12 éve természetes úton született első fiát, úgy második gyermekét is azonnal magához ölelheti. Ez a lehetőség idén májustól elérhető a szolnoki intézményben. Nagyon örülök, hogy van ez a baba barát császármetszés, mert én mindenképpen szerettem volna, hogy itt legyen az első perctől kezdve a mellkasomon, mert szerintem egyébként egy nagyon fontos része ez a szülésnek, hiszen ugye megvan az első kontakt. Teljesen meglepett minket, hogy így halad a világ, hogy ennyire családcentrikus ez a dolog, és igen, nem mindegy, az első benyomás a babának is, a családnak is. Zsuzsa már akkor elérzékenyült, amikor felsírt kisfia, és alig várta, hogy megérinthesse. A kis Vilmos azonnal meg is nyugodott, ahogy megérezte édesanyja bőrét és szívdobogását. Nagyon fontos, hogy ez az első találkozó, a bőrkontaktus és más egyéb szempontjából a lehető legrövidebb időn belül megtörténjék, és ez úgy valósul meg, hogy az eddigi fürdetés és kicsi kozmetikázás után kapta meg az édesanyja az újszülöttet, most gyakorlatilag mindenféle törölgetés nélkül egyből az édesanyja mellkasára tesszük. Ezzel egy fontos láncolat indul meg. A baba immunrendszere azonnal működésbe lép, de kiváló hatással van a tejelválasztásra és az anya-gyermek kapcsolatra is. Az orvosi vizsgálat és az újszülött ellátás már az édesapa jelenlétében zajlik. Nem sokkal születése után pedig már édesapja is kezében tarthatja gyermekét. Az első ismerkedős pillantások mindkettejükre nagy hatással vannak. Nem sokkal ezután pedig mindhárman együtt lehetnek pár percre. Én nagyon örülök neki, hogy van ez, szerintem mindenütt be kéne vezetni a szülőknek, hogy meglegyen ez az élmény. Igen. A gyermekágyas osztályon az eddigi gyakorlatnak megfelelően, ezt követően is folyamatosan édesanyjuk mellett lehetnek az újszülöttek, elősegítve ezzel az igény szerinti anyatejes táplálást.